a legkisebbeket is megszólították a szervezők Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban. A Bartina Néptánc Egyesület táncházat szervezett szombaton, ahol a másfél évesektől a felnőttekig mindenkit megmozgattak. A múltkorin számoltuk meg, hogy 58 pici volt, most nem tudom, körülbelül annyi lehetett most is. Hát itt az a lényeg, hogy a szülővel együtt, hogy a szülő maga is megtanulja ezeket a játékokat, mondókákat, ezek mind ilyen apró kis szólámis dalok, tehát ezeket könnyen meg lehet tanulni, de az lenne jó, ha ez mindennapi életükben benne lenne. Én erre kapacitálom őket, hogy hallgassák zenét, mozogjanak a gyerekekkel, mert a mozgás, a tánc az egy boldogsághormon termel, tehát ettől jól lehet érezni magunkat. A táncház mellett előadásokra, vetítésekre, koncertekre és farsangi játszóházra, mulatságra is várták az érdeklődőket Szekszárdon egész hétvégén. Abba egyeztünk meg a zenekarra, hogy február elejére mindenki tud mindent. Oké, menj csak. Tolnán szombaton nyílt zenekari próbát tartottak a helyi ifjúsági fúvózenekar tagjai a Magházban. A közönség nem csak abba pillanthatott bele, hogy a zenészek hogyan készülnek a következő nagy koncertjükre, hanem abba is, hogy milyen kihívásokat jelent, hogy a fúvós hangszerek mellett például ütősek is megszólalnak majd a koncerten. Ez hangszerelésben különbözik el a hagyományos fúvózenekari daraboktól. Igazából annyiban más, hogy ami a szimfonikus zenekarban megtalálható, például hárfa és különböző, tehát zongora például, meg különböző ütős hangszerek, azokat ugyanúgy ebbe beleírják, és ettől tér el nehezebb egy picit, mint egy hagyományos fúvózenekari műfaj. Tolnán nem csak hétvégén, már hétközben is több program várta a Magházba látogatókat a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat részeként. A nagy teremben a helyi Bárdos Gutpintér Edit festménykiállítását lehetett megtekinteni, délutánonként pedig tematikus az egészséges életmódot népszerűsítő előadásokkal készültek a szervezők. A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatát 13 évvel ezelőtt szervezte meg először a Magyar Népművelők Egyesülete. Azóta minden évben több ezer program várja egy teljes hétvégén át országszerte a kulturális központokba és művelődési házakba látogatókat.